Sziasztok! Folytatjuk a sportfordás.org-nak a podcast rovatát. Ferencvárosról visszatérünk a magyar válogatottra, amely válogatott befejezi az Európa bajnokság selejtezőjét. Kettő forduló maradt hátra, vagyis reméljük, hogy kettő forduló maradt hátra, vagyis kettő meccs, amit le fogunk játszani. Először jön a csoport utolsó Bulgária elleni idegenbeli találkozó, majd utána Montenegro ellen zárjuk hazai pályán a selejtezőt, és itt már reméljük, hogy tét nélkül lesz. Ehhez mindössze annyi kell, hogy Bulgária ellen legalább egy pontot szerezzen a válogatott, és ebben az esetben már biztosan tovább jutottunk, ami viszont még akkor sem ez biztos, az pedig a csoport elsőség. Erről fogunk most beszélgetni majd Robival. Ezt a podcastot most hétfő este vesszük fel, hát igazából még nem tudjuk, hogy hol lesz a mérkőzés, meg hogy lesz a mérkőzés, meg mi egymás. Most úgy fogunk beszélgetni, mintha lenne mérkőzés, és valószínűleg a podcast végén majd egy kicsit ki fogunk térni itt a Montenegró-Litvániára is, hogy abban az esetben, hogyha esetleg mégsem lenne meg a találkozó, akkor is legyen valami haszna a podcastunknak. De most kezdjük össze a bolgár meccsel. Robi, mit gondolsz, hogy ez a herce-hurca kinek kedvez? Egyáltalán ugye a bolgár szövetségben teljesen teljes a fejetlenség. Mit gondolsz, hogy ez inkább feltüzeli a bolgár nemzeti csapatot majd, vagy könnyű ellenfelek lesznek? Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát a mi szempontunkból kezdeném, nekünk semmiképpen nem kedvez. Megmondom őszintén, nem nagyon tudok higgadt lenni ebben a kérdésben, már kicsit kezdelegem lenni, hogy akárhányszor a magyar válogatott egy kontinens viadal, vagy bármilyen nagy viadal küszöbén van, akkor mindig becsúszik valamilyen váratlan forgatókönyv. Gondolok itt arra, hogy mit tudom én, 2016-os EB-re pótselejtezőt kellett játszanunk, akkor a 2020-as EB-re ugye emlékezhetünk, hogy olyan eredmények születtek a selejtező utolsó fordulójában, hogy gyakorlatilag egy, hogy mondjam, nem ilyen jó helyzetből, mint most, de gyakorlatilag egy jó helyzetből pótselejtezőre kényszerültünk, ugye, és így sikerült hát kijutnunk, de akkor is szívás volt, és akkor most itt vagyunk egy csoport első helyen, és akkor a bolgár szövetség, egy csont utolsó csapat nem bír lehozni egy utolsó meccset mindenféle hülyeségekre hivatkozva, és hát gyakorlatilag ugye akárhogy nézzük, az valamennyire mentálisan hat a csapatra, bármennyire is profi módon nyilatkozzák az Dibuszék, Szoboszlai is, hogy csak arra kell koncentrálniuk, hogy mintha játszanának, kőkemény meccs vár rájuk, és akkor ki kell jutnunk, azért ez zavaró tényező, és gyakorlatilag a bolgár szövetség tipikus ilyen balkáni, nem akarok minősíteni más országokat, de káosz, ami ott van, és én úgy érzem, hogy ez nevetséges, hogy hétfő este már egy harmadik helyszín dobnak föl nekünk, megszivatva a magyar válogatottat, akik semmiről nem tehetnek. Az UEFA-nak a hozzáállása is egy kicsit érdekes, mert van egy olyan gyanúm, hogyha ezt mi csinálnánk fordított esetben, akkor tuti biztos, hogy lehúznák az egész rolót, és akkor 3-0 a másik félnek. A mi esetünkben ilyen biztos, hogy nem lesz. Nem tudok objektíven meg nyugodtan beszélni erről a helyzetről, mert tényleg ott van az, hogy csont simán kijuthatnánk az EB-re, és akkor ilyen váratlan dolgok vannak. Én azért bízom abban, hogy a csapat ezt tényleg profi módon tudja kezelni, legyen bárhol a meccs, oda megyünk, és nem egy X-et játszunk, hanem azért ők keményen behúzzuk őket, bezúzzuk őket, és főjenek a levükbe oda, ahova a bolgár foci jutott az elmúlt 30 év során. Úgyhogy én nagyon bízom abban. Az meg, hogy a bolgárokat ez feltüzeli a kérdésedre válaszolva, nem érdekes, szerintem nem jó ez a csapat. Akik Litvániától otthon 0-2-re kikapnak, nem, még ha ember hátrányban is. Én azt mondom, hogy nekünk egy kutya kötelességünk legalább egy X-et összehozni, de én annak örülnék legjobban, hogyha jó alaposan el is tudnánk őket verni. Jó, hát akkor tegyünk is ki a meccsre. Ugye érdekes, hogy az említett litváni elleni vereség után ők edzőt váltottak, most jön majd Ilija első meccse, mint a szövetségkapitány. Emellett pedig ugyanállunk rengeteg a sérült. Fiola Attila, Billy Orbán, Varga Barnabás és hát valószínűleg Sallai Roland sem fog a Marco Rossi rendelkezésére állni, mert te pedig ugye látjuk, hogy a Gulácsi nem igazán tudott visszatérni, most talán megint kisebb sérülése bajlódik. Azért ezek minőségi hiányzók, és a keretünk nem annyira erős, ezt azért már korábban is tudtuk. Tehát, hogy kicsit bajban vagyok, hogy ilyenkor azért tényleg elvárható-e idegenben, tudom, hogy nem lesznek nézők, az ellen a csapat ellen a győzelem, akik az csoport utolsó helyén állnak, és eddig még nem is tudtak győzni.
vagy be kellene érnünk a döntetlennel. Mert azért láttuk, hogy Litvániában se úgy kezdett a csapat, mint ahogy valószínűleg azért el lehetett volna tőlük várni, bár azért a Litván egy jóval szervezettebb csapatnak tűnik a csoportban, mint a Bulgária. Tehát, hogy szerinted itt már Rossiék a győzelemre fognak egyértelműen rámenni, vagy azért a döntetlenül se fognak sokat kockáztatni? Véleményem szerint az előbbi, tehát óriási hiba lenne, hogyha itt nem próbálnánk megbezsebelni a 3 pontot, és óriási hiba lenne, hogyha olyan attitűddel mennénk ki erre a meccsre, mint ahogy Litvánia ellen kimentünk az első félidőben, amikor ugye összeszedtünk egy 2-0-ás hátrányt, és aztán utána a második félidőben kellett toltani a tüzet, hogy ne ebből egy, hogy mondjam, egy kiózanító pofon legyen. Én amondó vagyok, én nagyon bízom benne, hogy az általad felsorolt sok sérült ellenére van olyan színvonalú különbség, olyan szintű különbség a két válogatott között, hogy gyakorlatilag itt a kulcsemberek hiánya ellenére is be tudnánk húzni ezt a meccset. Én látok erre lehetőséget, különösen azért, mert ennek az egész stadion mizériának a pikantériája lehetséges, és srácokba szül egy olyat, hogy na jó, itt minden ellenünk kell szólni. Tényleg, hogy a bolgárok itt töketlenkednek, tele vagyunk sérültekkel, nagyon rosszkor jött ez a hullám így a végére az egésznek. Úgyhogy annyi minden kezdi telenünk szólni, hogy hát ha előjön a srácokból egy dac, hogy na akkor is biztosítsuk már be ezt. Aztán, hogyha X-re lesz elég, X-re lesz elég, de én úgy érzem, hogy Rossiék be akarják ezt az egészet biztosítani. Nagyon szimpatikus volt Szoboszlainak a nyilatkozata, nem szokott a levegőbe beszélni, hogy ők a Bulgár-Montenegró meccsen 6 pontot szeretnének elérni. Tehát gyakorlatilag én nagyon bízom abban, hogy ezek nem csak üres szavak. Én egy motivált válogatottat várok, és úgy érzem, hogy még a sérültek ellenére is, hogyha tényleg a magyar csapat kellő koncentráltsággal és szívvel megy ki a pályára, akkor már csak a szurkolók miatt is, akik rengetegen vettek jegyet és nem tudtak elmenni, egyfajta, hogy mondjam, sebb tapaszként, fájdalom tapaszként tudnak nekik egy győzelemmel gyógyírt adni arra, ami itt most folyik a magyar válogatott, illetve a bolgár szövetség által ezen a meccs körül. Úgyhogy gyakorlatilag igazából mondtad Gulácsit, sajnálom, hogy ezt mondom Guláról, de újfent megint megsérült a Lipcsében, úgy érzem, hogy innentől kezdve már szinte Dibusznak az első számú helye a válogatottban megkérdőjelezhetetlen lesz a továbbiakban is, független attól, hogy Gula most felépül vagy nem. Szerencsére személyében jó kapus van. Én nagyon bízom abban, hogy a csatársorban igen hiányzik Varga, Barna és Sallai, de hát van egy Szoboszlaink, remélem, hogy akár ha Ádám Martint játszatja, tudnak élni a lehetőséggel azok a játékosok, akik mondjuk a kulcsemberek helyén szerepet kapnak. Úgyhogy én úgy érzem, hogy igenis muszáj itt a 3 pontért menni, nem döntetlenekkel kalkulálgatni, nekik kell menni. Én nagyon remélem, hogy kezdeményező magyar válogatottat láthatunk majd. Nincs amúgy egy olyan deja vu érzésed, hogy hasonló szavakat mondtunk el a Litvánia elleni találkozó előtt is. Tehát hogy akkor is ugyanez volt, hogy a szermecs után mindenki lenyilatkozta, hogy ugye Litvániába győzni mennek. Hát lehet, hogy győzni mentek, de attól elég távol voltunk, valljuk be. Az első fél időben igen, de a másodikban meg már úgy játszottunk, hogy gyakorlatilag, ha kis szerencsénk van, 3-2-re nyerünk. Tehát igen, én remélem azt, hogy nem hasonló folyóba lépünk, mint a litván meccs előtt. Igen. Jó, mondtad itt, hogy a magyar győzelem azért lehet, hogy elvárható, meg ezt várod a srácoktól is, hát 1,6 körül húzták meg a győzelmi szorzót. Én azt gondolom, hogy ez reális, ettől függetlenül, tehát ezt igazából nagyjából én is ide lőttem be 1.6-1.72-re. Mit gondolsz, hogy itt van-e érték a végeredménypiacon bármelyik csapatban is? Hát nekem sajnos nincsen, tehát annak ellenére, hogy várom, hogy megverjük őket, nekem ez az 1.60 nem tetszik. Annak ellenére, hogy nemrég ugye az előző EB selejtező, vagy pótselejtezőben ugye bolgárokkal kerültünk össze a 4-es tornán, és ugye, ha jól emlékszem, akkor 1-3-ra nyertünk, tehát egy gólgazdag meccsen jutottunk tovább, és úgy kerültünk össze Izlanddal. Én úgy érzem, hogy hát nem tudom, itt ez a mizéria miatt azért hat ránk ez a dolog. 1.60-ért én úgy érzem, hogy ebben most nincs érték, pláne úgy, hogy nekünk a döntetlen is jó, becsúszhat esetleg egy ilyen, soka sérültünk. A szubjektív énem azt mondja, hogy remélem nyerünk, de objektíven most próbálom a fogadási, hogy mondjam, ösztöneimet elővenni, nekem az 1.60-ban nincs érték, én a kimenetes piacot hagynám most.
Jó, ezzel igazából egyetértünk, mert hogy szerintem sincs abban igazából nagy érték, és hol van az, ahol találtál is valami érdekeset. Hát igazából, megmondom őszintén, nem egyből született meg a döntés, kellett bújnom itt az irodák fogadási kínálatát, hétfő este vesszük fel a podcastet elég hamar. Végül is azért találtam egy tippet, amit én meggondolandónak tartok. Ugyebár a gólok piacáról beszélünk, nagyon szeretem ezt a piacot, ezt már aki a korábbi rendszeresen hallgatja a podcastjénket, ezt tudhatja. Igazából a bukikhoz hasonlóan én is egy underes meccset várok. Annak ellenére, hogy most mondtam, hogy 4 éve milyen gólgazdag volt, illetve itthon is ugye kitömtük őket a Puskásban. Én úgy érzem, hogy a sok sérültünk, illetve a mizérje, az rá ez a herce-hurca, hogy lesz meccs, nem lesz meccs, azért rányomhatja itt a bélyegét. Pluszban az esélyesség terhe is, illetve az, hogy nekünk tényleg elég egy pont, hogy ki legyünk az EB-n, azért ez nagyon veszélyes pozíció. Tehát azért a magyarokban, nem csak a foci, ugye sportban is néha meg tudnak remegni a célegyenesben a lábak. Úgyhogy én nem hiszem azt, hogy most Bulgáriában nézők nélkül mi egy foci fiesztát fogunk tartani. Annak ellenére, hangsúlyozom, objektíven beszélek most, nem a szubjektív szurkolói énemet próbálom előtérbe helyezni. Úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha akár egyetlen egy góllal, tök mindegy milyen játékkal, de nyerni tudnánk. És igazából itt gondolkodtam ilyen forgatókönyveken, én a bulgároktól nem várok nagy, hogy mondjam, ilyen Joga Bonitót, vagy valamilyen hasonlót, elég rossz válogatottról beszélünk, tényleg nevetséges, hogy hova jutottak mondjuk az 1994-es aranygeneráció óta, elég rendesen lecsúzott ez a bolgár foci, nem csodálom, hogy itt ilyen nincs hangulat uralkodik az országban, az ultrák között leginkább, úgyhogy gyakorlatilag én tőlük nem várok egy nagy mutatványt, ugyanakkor mi sem fogunk szerintem blirírozni, tényleg, hogy Sallai meg Varga hiányzik elől, az a nagyon komoly érvágás. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy én underre fogadnék erre a meccsre, de mégsem a teljes meccses underre, mert ott is nagyon nyomottnak tartom az 1.60-1.70 körüli szorzót. Ugyanakkor viszont én arra gondoltam, hogy lehetséges, hogy első fél idő esetében már más lehet a helyzet, lehet, hogy tapogatózós lesz a mérkőzés, vagy taktikai harc jobban fog dominálni, mi is látható volt, hogy a litvánok ellen hogy bealudtunk, ha már párhuzamokkal élünk ezzel a meccsel kapcsolatosan, és én azt várom egyébként, hogy nem is biztos, hogy első fél idő egy ilyen hú de nagy iramú, mit tudom én, odaszegezzük a bolgárokat, 16-oshoz jellegű 45 perc lesz. Úgyhogy a legerősebb tippem nekem ebből a forgatókönyvből kiindulva az, hogy az első fél időben a gólok száma 1.0 alatt lesz, tehát ázsiai jellegű határon, és ez 1.78-as szorzóért van. Tehát nagyon meglepődnék, hogy mondjuk az első játékrészben már leesne két gól. Egyet elképzelhetőnek tartok, akkor ez esetben visszajár ezen a határon a tétünk. De igazából szerintem benne van egy 0-0-ás első játékrész. Szerinted? Érdekes. Igazából nekem azzal nem tiszta, hogy a Bulgária majd mit szeretne itt játszani. Tehát ugye új edzőt neveztek ki, valószínűleg kicsit meg lesznek keverve a lapok. Én azt gondolom, hogy a játékosok bizonyítani szeretnének, bár most igazából tényleg nem tudom már, mi van a bulgár facival, mert hát ebben a csoportban érdekes, hogy pont Szerbia ellen szereztek pontot, azon kívül még egyetlen egy pontra futott a tőlük Litvánia ellen idegenben, úgy, ott is emberelőnyben voltak, tehát hogy így teljes meglepetések voltak itt az eredmények az ő oldalukról. Ugye nálunk simán kikaptak a 3-0-ra, hogyha jól emlékszem, a fél időre kialakult a végeredmény. Szóval igazából nehéz megmondani, hogy a bolgároktól mit várok. Abban egyetértek, hogy nekünk azért jó kell sávfárkodnunk majd a lehetőségeinkkel. És ezt mondom azért is, mert nekem azért Varga Barna hiánya, meg Sallai, tehát aki meg tudja bontani a védelmet, meg Varga Barna, aki be tudja fejezni a támadásokat, hát azért ott necces lesz őket pótolni. Tehát elsősorban Ádám Martinban nem vagyok biztos, mikor mostanában beállt azért csereként, meg mondjuk önszintén, akkor se tudod hozzátenni. Tudjuk, hogy 90 percet nem bír, így majd valószínűleg Német András jöhet, aki ugye a Hamburgban hát szintén csak epizód szereplő, néha-néha áll be. Szóval ezt elég nehéz megtippenni, hogy mi mire leszünk képesek. Tehát abból a kiszolgálásnál és a befejezésnél is. Viszont ebben gondolkoztam, hogy most itt mi lehetséges, mert azért a bolgároknak lehet gólokat lőni, tehát ez teljesen egyértelmű, így a csoport alapján. És
Ami igazából nekem talán szimpatikus volt, de annyira erős tippnek nem érzem, full ugyanaz, amit az első meccsre is jósoltam, ez a mindkét csapat gólt lő, 2-10-ért. Mert hogy viszont a védelmünk sem annyira jó. Tehát az, hogy Fiola és Willi Orbán sincs, Dibusznak az érkezését, amiben annyira szerintem nem csökkent a minőségünk hátul, tehát az ott meg lesz oldva, de hogy azért láttuk mind Litvánia, mind Szerbia ellen, hogy így azért nem vagyunk annyira magabiztosak. Tehát ugye Szalai Attila továbbra is nem igazán játszik, és akkor marad Botka és Langádám, azért mindkettőjükben benne van a hiba, mostában benne volt a hiba, és hogyha a bolgárok azért nekiállnak a mérkőzésnek, most azért sokkal nagyobb eséllyel jöhet le az ő oldalukon a gól, mint az idegen, a számukra idegenbeli meccsen. És hát azért ezt nagyon sokáig nem tudják hozni ezt a szerencsétlenkedést, amit itt a csoportban művelnek, mert hát így már nem is tudom, hogy hányos kalapba fogják őket sorsolni majd a Nemzetek Ligájára, meg a világbajnoki selejtezőre, mert hát lassan leér a lift. Tehát innentől valamit el kell kezdeniük csinálni, mert hogy így teljes összeomlás fenyegeti őket, nem véletlenül van ez a nagy herce-hurce itt ugye a meccsek a rendezésével, és a bulgár drokkereknek a tüntetésével is. Szóval nem annyira erős tippem, de amit én ezen a meccsen megtennék, az egy váratlan. És épp azért mondom a váratlant, mert nem tudom, hogy mit várjak igazán a meccstől, és ez az a forgatókönyv, ami szerintem lejöhet. Ugye ez pont az ellentéte annak, amit nem pont az ellentéte, de nagyjából ugye nem cseng össze azzal, amit te mondtál, de szerintem ez mutatja is ezt a bizonytalanságot, ami az egész mérkőzést övezi, hogy azt sem tudjuk még, hogy hol játsszák le 3 nappal a mérkőzés előtt, és hogy nehéz megjósolni a két csapattól, mire számíthatunk, mert hogy azért itt most változtak az erőviszonyok az előző találkozónk óta, és igazából az előző hónap óta is, mert hogy nekünk még több hiányzónk van, a bolgárok meg nagyjából az edzőt tekintve új lapokkal indulnak neki ennek az utolsó két meccsnek. Ez a kísérletezés, azért ez bejöhet kapott gólok számában is, és akár lőtt gólok számában is. Szóval mit gondolsz erről, hogy ez a mindkét csapat gólt-lő opció mennyire elvetemültetett? Maga a szorzó tetszik, amit mondtál, tehát hogyha most azt néznénk, akkor igen, abban tényleg lehet érték. Engem ugyanúgy elbizonytalanít, amit mondtál, hogy nagyon sok a kérdőjel a meccs körül, tényleg egy káosz, hogy nálunk is sok a sérült, mi jöhet ebből ki, megmondom őszintén, tetszik a szorzó, de nem tudom azt, hogy mit várjak ettől a bolgár csapattól, és nálunk is ugye ez kérdőjeles itt a sok körülmény miatt, hogy mi milyen játékkal rukkulunk elő, pláne a litván meccs tudatában tényleg, hogy ott hogy játszottunk és hogyan indultunk ki. Úgyhogy megmondom őszintén, nem tudom, nem tudom, hogy van-e érték ebben a mindkét csapat gólszerezben, a szorzó tetszik, de ez a meccs, ez tényleg nem egyszerű dió, úgyhogy nem ismerném azt mondani, hogy fú, erre tényleg rá kellene tenni a tippet, bizonytalan vagyok, megmondom őszintén. Jó, és akkor szóba hoztad ugye Litvániát, beszéljünk még kicsit ugye arról a mérkőzésről is, mert nekünk ugye a legfontosabb az nyilvánvaló, hogy mindegy hányadik helyen, első vagy második, de kijussunk az EB-re, tehát hogy legyen ez meg. Ugye van még egy olyan forgatókönyv, hogy Montenegro megelőzhet minket, abban az esetben, hogyha Montenegro mindkét meccsét megnyeri, mi pedig mindkét meccsünket elveszítjük. Ugye itt a másik meccsen az elég egyszerű forgatókönyv, mert hogy egymás ellen játszunk, tehát Montenegrónak csak minket kell megvernie, és nekik akkor van esélyük, hogyha Bulgária pedig ugye megver minket. Ugye ez a meccs további bonyodalom, ugye, hogy korábban lett hozva, tehát nem is egy időben játszunk a Montenegróiakkal, ami nem igazán túl fair, valljuk be, és ugye Montenegró este majd 20 óra 45-kor fogadja Litvániát, míg mi 6 órakor játszunk majd valahol Bulgáriában valószínűleg. Szóval, szerinted van-e reális esélye a nem olyan rég látott litván válogatottnak, hogy Montenegróba pontot szerezzen? Én azt mondom, hogy van. Tehát, ahogy megnézzük ezt a balti válogatottat, hát azért nem egy kellemes ellenfél. Ha minden igaz, akkor csak a szerbek tudták őket oda-vissza megverni, és mindenkitől loptak pontokat. Tehát Montenegróval ugyanúgy 2-2-t játszottak hazai pályán, mint velünk. Bulgáriát idegenben megverték, otthon nem is tudom, hogy x-eltek velük, nem is tudom, hogy. Egy-egy. Igen. És gyakorlatilag
kellemetlen válogatott, és én úgy érzem, hogy azért ők nem úgy mennek majd oda Montenegróba, hogy feltett kézzel, pláne azok után, hogy gyakorlatilag ellenünk ugye tök jó eredményt elértek. Az más kérdés, hogy a második fél időre már a magyar csapata, hogy fölpörgött, azért ott kijött a különbség, de mégis az első fél időben azért elég rendesen megleptek minket, és hát a Montenegró ugye hát egy győzelmi kényszerben vannak hazai pályán, konkrétan nem bukhatnak pontot, ahogy mondtad is, és én szerintem ez azért rányomhatja a bélyegét erre, tehát én azt mondom, hogy nagyon sok függ attól, ahogy mondtad, nem fair, hogy ennek a két meccsnek, a magyar-bolgárnak és a montenegró-litvánnak egy időben kellett volna lennie, mert gyakorlatilag így, hogy mondjam, teljesen sútba dobhatjuk azt az elemzést, amiről itt beszélgetünk, hogyha mi egyetlen pontot is szerzünk, mert akkor gyakorlatilag Montenegrónak már teljesen mindegy, hogy most otthon kikap, vagy csak dacból nyer, úgyhogy nagyon nehéz ebből kiindulni. Gyakorlatilag én azt tudom mondani a fogadóknak, hogy ezt a meccset, a magyar válogatott meccse után mondjuk fogadásilag megcéloznak, akkor mindenképpen várják meg, hogy mi mit játszunk, mert az nagyban befolyásolhatja az, hogy miként lépnek majd pályára az itteni csapatok. Jó, akkor nézzük már ezt a két forgatókönyvet, hogy adott esetben valamelyikre van-e ötlet, tehát hogyha adott esetben mi már biztosan kijutunk, vagy hogyha Bulgária megver minket. Csak annyit tennék hozzá, ugye, hogy papíron, még ha mi esetleg pontot szerzünk, ugye akkor minket már nem előzhetnek meg a montenegróiak, de papíron Szerbiát még igen, mivel köztük csak 5 pont van, és Szerbi ugye már csak egy meccset játszik, tehát hogyha adott esetben Montenegró megverné Litvániát, és megver minket az utolsó fordulóban, és Szerbiát majd hazai pályán megveri esetleg Bulgária, aminek valójában nincsen reálisan nagy esélye, akkor ugye még a montenegróiak úgy is tovább juthatnak a második helyen, hogyha mi szerpontot szerzünk Bulgáriában, tehát valószínűleg ennek azért nincs nagy esélye, hogy Bulgária után Szerbiába győzelmet arat. De mit látsz, hogy esetleg van olyan tipp, amelyen elgondolkoztál, hogy adott forgatókönyv esetén ez jól lehet erre a találkozóra? Igazából forgatókönyvektől eltekintve én egyetlen egy tippet látok, tök mindegy, hogy mi lesz a vége. Brutálisan favorizálják Montenegrót. Tehát, hogy 1-33-ért adják azt, hogy ők hazai pályán, nagyon biztosak benne a bukik, hogy litvánok ellen nyerni fognak. Magyarul ők valami, lehet, hogy olyasmit várnak. Hát jó, mondjuk a magyarokra kevés szorzót adnak, de hogy a magyar Montenegró lenne mondjuk egy mindent eldöntő dolog. Na mindegy, nekem ez a litván 9-es szorzó az 1.33-mal szemben, ez határozottan értéket rejt magában. Tehát olyan magasra tették ezt a határt, hogy ez szerintem az alternatív piacokon érdemes lehetne meglovagolni. És hát én igazából az ázsiai handicapek piacán, a litvánok oldalán plusz 1,5-ös handicapen, tehát az, hogy nem kapnak ki egy gólnál többel a meccs végén, arra is 1.78-as odds van. Én úgy érzem, hogy van olyan kellemetlen ez a litván válogatott, és Montenegró lehet akkor az a nyomás, hogy azért a játékuk akadályoz, vagy hogy mondjam, akadozhat, görcsös lehet, és a litvánokról láttuk azt, hogy azért megvan bennük az a képesség, hogy meglepjék az ellenfeleket, és Montenegró nem egy Szerbia szintű csapat, meg nem is Magyarország szintű csapat szerintem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha ki is kapnak, akkor egy gólnál nem többel. Úgyhogy benne van a Montenegró, hogy otthon nyer, de szerintem a litvánok oldalán érdemes az ázsiai piacon értékeket találni. Mit gondolsz? Igen, hasonló elven mentem el én is. Nekem megmondom őszintén, hogy amúgy attól függetlenül, hogy előnk pontot szereztek, és ugye ezzel azért kicsit neccesítették nekünk itt a végét. Nekem szimpatikus volt a litván csapat, az, amit játszott és ahogy játszott, ahhoz képest, hogy milyen csapatokba érkeztek a játékosaik. És ami elsősorban pozitívabb volt, és ezt már szerintem említettük annó Észtország ellen is, hogy azért az észtek is látszólag ilyen pozitív attitűddel állnak hozzá a mérkőzésekhez, és ezt láthattuk Litvánián is, hogy nem álltak be bekkelni, hanem mentek előre, és ez gólokat eredményezett. És azt gondolom, hogy ők hasonló szisztémában fognak majd Montenegróba is menni, ahhoz éppen már pontot szereztek ellenük, miért ne sikerülhetne idegenben is, akkor, amikor rajtuk van a nyomás, és adott esetben, ugye, hogyha ők talán jól szerepelnének, akkor ugye még Montenegrót meg is előzhetnék egy győzelemmel a csoportban, ami meg egy óriási dobás lenne nekik szerintem, hogy Magyarország és Szerbia után ők lennének ott a harmadik helyen. Tehát, hogy így ez az utolsó forduló nekik, ők az utolsó fordulóban már nem lépnek pályára, nincsen több meccs,
Szerintem itt 19-re lapot kell húzni. Tehát valószínűleg innen Bulgária őket már nem előzi meg, mert hogy 4 pont a kettő csapat között a különbség. Meglepő lenne, hogyha Bulgária még szerezne 4 pontot. Tehát ők igazából ezzel csak nyerhetnek, és szerintem menni fognak előre. És amit én kinéztem tippnek, az a mindkét csapat gólt szerez. Mert ugye igen, tudom, hogy ugye Montenegro lehet, hogyha esetleg mi pontot szerzünk, akkor ők már elkönyvek, hogy kiesnek, de hát adjuk már a lehetőséget, hogy esetleg tényleg a szerbeket is befoghatják, és azért szerintem nekik egy ciki lenne, ugyanúgy, mint Bulgáriának egy ciki volt, Litvániát hazépályán nem megverni, főleg azok után, hogy idegenben ugye buktak el 2 pontot. Szóval szerintem ez egy jó találkozó lehet, és a litvánokban van szerintem annyi spiritus, hogy gólt szerezzenek, viszont láttuk azért ezt, hogy talán kisebb klubokból érkeznek, a meccs végén nagyon elfáradnak. Tehát ezért tartok viszont kicsit a végeredmény piactól, és épp ezért mondom, hogy 2-25-ért a mindkét csapat gólt lő opció szerintem teljesen vállalható. Ha nekem fogadnom kéne erre a meccsre, én ezt a szorzót mondanám. De azt gondolom, hogy ilyen nagyjából hasonló érveink voltak, szerintem ezt a szorzót ezért így nagy nehezen teljesen el tudod fogadni. Így van, tehát ennél az opciónál, meg ennél a meccsnél már sokkal határozottabban mondom azt én is, hogy el tudom ezt a forgatókönyvet képzelni, mint ahogy előbb pár percre beszéltük ezt a magyar-bolgár esetében. És ráadásul itt a szorzó még magasabb volt, 2-10 volt, itt 2-25. Tehát igen, ezzel abszolút egyetértek, és ebben tényleg ezen a részen is van érték. Tehát úgy érzem egy kicsit, hogy itt a magyar-bolgárról veszük a felvételt, aztán a Montenegró-Litván meccsen vannak igazán olyan tippjeink, amit sokkal, hogy mondjam, jobban érzünk, mint mondjuk a saját válogatottunk meccsein, de hát ez ilyen podcast most. Úgyhogy tényleg, hogyha eszetekbe jut esetleg, vagy van valami más ötletetek fogadási téren, megint mindig mondjuk, osszátok meg velünk, mert kíváncsiak vagyunk, hogy ti a két meccs kapcsán milyen tippel élnétek, illetve láttok-e másban értéket. De itt ebben a mindkét csapat gólszerezben ez sokkal jobb, mint szerintem a magyar válogatott esetében. Oké, és na, akkor maradjunk ennyiben. Hát bízunk benne, hogy csütörtökön már igazából este elkönyvelhetjük azt bármilyen úton, módon is, hogy ott teszünk az EB-n, ezúttal egyeneságú kiutóként. Akár így lesz, akár úgy, az biztos, hogy mi megrendezzük a Montenegro elleni utolsó meccset majd, és arról is lesz podcast, ami majd a hétvégén fog érkezni a Montenegro meccs előtt, szóval remélem majd azt is meghallgatjátok ezek után. Hát csütörtökre meg mindenki szurkolja ki a továbbjutásunkat, meg köszönjön jó fogadásokat. Addig is sziasztok!